Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy újabb Warframe karakter, Vauban-ról lesz szó most. Elmondod, hogy neki azért egy viszonylag különleges neve van, ugye elég franciásan hangzik, nem hiába, hiszen egy francia mérnökről lett elnevezve, egy katonai mérnökről, Sébastien Lepestre Vauban, ezt mind megtaláljátok amúgy a Wikipédián, aki amúgy mondhatni azt, hogy a féle erőd struktúrákat tervezett, különlegesebb erőd struktúrákat tervezett, várfalakat, stb., ugye, hogy magasabb védelmet nyújtson, ugye, és Vaubannak a harmadik képessége Bastille-ra hallgat, és a Bastille franciául erődöt jelent. Amúgy, na de, Vaubant elérni csak és kizárólag alert missionökön lehet, illetve hát bejelentkezési jutalomként megkaphatod a blueprintjét. De a többi alkatrész, System Chassis helmet és maga a blueprintet is alert missionökön tudod elérni amúgy és sehogy másképp. Úgyhogy vagy szerencséd van, vagy nem. Én mindig lekéstem a System Alertet, így aztán sokat vártam, amire végre meglett, de meglett. Mondhatni az, hogy egy taktikus Warframe igazából, tud magára vigyázni, de jó, ha vannak körülötte, de ha valaki igazán tud segíteni a csapatnak bármilyen szinten, az a Vauban. Nagyon jó defenzív képességé vannak is, de jó, egy csapat taktikus, tehát taktikus szemű játékosoknak ajánlom igazából a Vauban, mert ha átlátjátok a csatateret, mit, hova kell tenni a különböző kis képességeiből, akkor nagyon meg tudjátok könnyíteni az életet. A Warframe-en belül nem beszélve arról, hogy talán az összes Warframe közül az egyik legnagyobb troll, köszönhetően a második képességének, de nagyon komoly dolgokat lehet vele leművelni. Tehát olyan crowd control képességei vannak a Vaubannak, ami egyik másik karakternek sem igazán jut. Na, a képességei, az első képessége a Tesla. Egy afféle ilyen kis gránátféleséget dobál le, ugye, amiből áram csap ki, és durván sebzi az ellenfelet, amúgy nem úgy, mint az enyém most, nincs erőre húzva, tehát erő azért hat erre a modra, és ha leveszed az erőt a buildjében, akkor annyira nem fog hatni, de hogyha kurvasokat tesz erre, és nincs limitje annak, hogy mennyit tehetsz le, gyakorlatilag egy 150 basic damage-et fog csinálni, ha nem veszel le Vauban erejéből, és van neki egy 40 másodpercet durationja is, 12 méteren 6, szóval gyakorlatilag egy hálót lehet létrehozni a védeni való cucc körül, vagy magad körül, és egyszerűen nem fognak tudni megközelíteni, mert elég erős az első képessége arra, hogy masszív damage-et tudjon csinálni, és amikor van körülötted vagy 30 ilyen Tesla cucc, akkor hidd el, hogy senki nem jön át az szaron, az biztos. Létezik egy augment mod, Tesla link névre hallgat, és tényleg egy ilyen hálót csinál, gyakorlatilag a Vauban elé, mellé, vagy akárhova van teszed, egy hálóba összefognak ezek a Teslák, és úgy csinálják a bizonyos slash damage-t, ami azért elég hatékony. Tehát gondolod, hogy jön egy, van egy háló, jön az ellenfél, átmegy rajta, egy darabokban érkezik a túlvilágra, kb. Úgy, mint a Resident Evil-nél annál jeleneknél, mikor jön a háló lézer, az így lemetszi a tagot, na ez olyan egy kicsit, úgyhogy érdemes, hát ha szórakozást akarsz magadnak, akkor érdemes például ez az augment moddal, vagy egyszerűen csak az első képességgel is szórakozni, mert nagyon durva sebzéseket tudnak csinálni. A második képessége a Bounce névre hallgat, na hát ez aztán katasztrofális ez a képesség. A társaitól az ellenfelen keresztül a bármi, ami megmozdul a pályán, ha erre rámegy, erre a rugóra, akkor az elrepül a francba. Van neki egy 155-ös damage-e egyébként, és 4 használatra jó, szóval itt látni fogjátok a videóban, hogy őrült dolgokat lehet vele leművelni, szóval össze-vissza ugrálak tőle az ellenfelek, a társaid, a kutyád, a nem tudom, tehát bármi, ami erre rámegy, ez gyakorlatilag össze-vissza ugrál. Amúgy impact damage-et csinál ez a 155 damage, és van neki magnetikus státusz sem.
elképesztően fán móka, tele lehet vele rakni egy termet, tehát nem, semmi nem közelít meg, hogyha úgy döntesz, akkor teleraksz egy termet ezekkel a izékkel, és egyszerűen golyót nem kell elsősorban, össze-vissza repülnek az ellenfelek, és hogyha még erre rádolgozol az elsődleges képességgel, és közben bele is halnak, úgyhogy ez nagyon beteg, és hogyha effektivitásra húzott ki valóban, tehát hogy az energia minél kevesebb energiát használ, miközben a képességeket használod, akkor töménytelen mennyiségűt tudsz lerakni ebből a szarból, hogy töménytelen mennyiségűt, de tényleg. Harmadik képessége a Bastille. Na ez az a képesség, amire nagyon sok játékos számít, mert valahogy úgy nézik, hogy ez most itt a WoW-nak a fő képessége szint, hogy ja, de megfeledkeznek sokszor az első és a második képességről, ami szinte még hatékonyabb, mint a Bastille. A kettő, két képesség együtt hatékonyabb is tud lenni akár, mint a Bastille, viszont a Bastille az egyik fő képesség. Infested továbbá a Law of Retribution, vagyis a Raiden, crowd control szempontjából az egyik elengedhetetlen képesség, főleg, hogy ki legyen húzva időre és range-re, vagyis minél nagyobb területen hasson, azért, hogy felfogja az ellenfeleket, és ezáltal a Raiden, a Trinity például energiát tudjon szolgáltatni a társaknak. Na most, a Bastille 12 ellenfelet képes felfogni, és egy 15-ös contact damage-et csinál, tehát lószart se, így is mondhatnánk, de fölfogja azt a 12 ellenfelet, és ez nagyon fontos tud lenni, hogy fölfogja, de továbbiakban nem fogja föl a többi ellenfelet. Szóval a Bastille-t is a második, illetve első képességével lehet kombinálni, és az Ultimate képességével is, hogy a 12 ellenfélen kívül, akit felfog, az többi belerohanjon a többi csapdába. Nagyon hasznos a Bastille, nagyon jó képesség, és létezik hozzá egy Augment mod, Repelling Bastille névre hallgat. Azt csinálja, hogy ha már maximum kapacitáson üzemel a Bastille és felfogta azt a 12 ellenfelet, akkor esély van arra, hogy felfog újabb ellenfeleket is. Szóval minél több ellenfel fog tudni beleragadni a Bastille képességébe. Az igazság az, hogy én speckó nem használom ezt az augment modot, mert elveszi a helyet olyan moloktól, amivel jobbat is ki lehet hozni a WoW-ból, mint hogy csak egy ilyen Repelling Bastille-t behozok, de sokan használják, mert megvan a maga haszna, azt kell mondjam. Na most, különböző egyébként damage multipliereket is ad a társaidnak, és a többi, tehát ezeket, ha kíváncsi vagy nagyon, akkor megnézed a Wikipédiát. Az Ultimate képessége a Vortex névre hallgat, ez is egy írtó fan képesség, nem beszélve arra, hogy több szempontból is hasznos. Ledobsz, fekete lyuk, beszippant mindenkit, nem nagyon érdemes erőre húzni, van hatással rá az erő, de nem nagyon érdemes erőre húzni, mert nem akkora nagy szám erő, hogy nagyon bele fognak halni az ellenfelek egy bizonyos szint után. Ezért, mint látjátok, nálam van egy tankor, ledobom, behúz az ellenfelt, közé lövök tankorral, meghal mindenki. Szóval inkább kombinálni egy jó fegyverrel, semmit, hogy erőre húzni ki, de viszont időre és távolságra érdemes kihúzni, mert teljesen mindegy, hogy milyen ereje van, teljesen mindegy, hogy milyen ereje van. Be fogja szippantani az ellenfeleket, de nem fogja megölni. Tehát max annyi lesz, de beszippantani, beszippantja. Tehát tökéletes crowd control, tömegszabályozás képesség a Vortex, és érdemes rá számítani. És mit látjátok a videóban, és a WoW-nak a képességeit, ha össze-vissza kombinálod, tökéletes fegyvert fogsz tudni létrehozni belőle. Vedd számításba, ha modolásnál ilyesmire húzod ki, mint az enyém, nem lesz életed, nem lesz életed, szóval a távolból kell menedzselned gyakorlatilag a csatamezőt, és irányítanod a dolgokat. Lehet a WoW-nak adni egyébként egy kis életet is, de azt mondom, hogyha távolról átlátod a csatamezőt, és tudod irányítani a képességekkel az egészet, akkor távolról gyakorlatilag, anélkül, hogy bárki hozzád érne, meg lehet oldani. Nem, mint mondom, az a karakter, aki tényleg egy taktikusan, kicsit távolabbról
megoldja. Hogyha adsz neki egy kis több életet, egy redirection vitality-val vagy vigorral összesítve kicsit jobban bírja a lövéseket, akkor lehet vinni egy kis szólozgatásra is, de inkább az a karakter, ami tényleg így a defenzívebb oldalra húz, defenzívebb játékstílus felé húz, és támogatni tudja a csapattársakat. Na most, akkor jöjjön a WoW-ban modolása. Nos, akkor most jöjjön egy kicsit a WoW-ban modolása. Hogyan is modoltam én WoW-ban? Két fajta buildet csináltam rá, az egyik csapatjáték, a másik szólósabb, de WoW-ban nem az a szóló karakter, akit szólózni akarsz vinni, de mégis azért, hogy legyen valami, na most. Térjünk rá az upgrade-re. Aura modnak, Energy Siphon, és van még itt a Corrosive Projection. Szóval vagy ez, vagy az, hogy mi dönti el, hogy melyiket, az, hogy hova mész. Ha például raidre mész, akkor mindenképp egy Corrosive Projection, mert ott lesz bőven energia, de viszont a Corrosive Projection nagyon jó jön a Grineer ellen, mert roncsolja a páncéljukat. Ha Voidba mész és csapat összeállításba mentek, akkor is, és van köztetek egy energiaszolgáltató, akkor mindenképp érdemes ugyanúgy a Corrosive Projection-t vinni, de akkor már mind a négy ötök, és akkor nagyon könnyű dolgotok lesz. Na most, ez a csapat build, amit itt láthatok, Power Duration-re mentem rá, effektivitás és Power Range-re. Miért effektivitás? Azért, mert minél többször akarom spamelni az ultit, minél többször akarom spamelni a hálót, szóval meglejnek ezek a képességei, tehát Continuity, Flow, Overextended, Narrow-Minded, Constitution, Streamline, Fleeting Expertise és Stretch. Na most ezekkel ugye azt nyertem, hogy az erőm lement 40%-ra, de a WoW-bannak annyira nincs szüksége az erejére. Nem szeretném, hogy a multi megölje az ellenfeleket, elég ha beszippantja őket, és már nem zavarnak többi, aztán belelövök közéjük fegyverrel, azt úgyis meghalnak, vagy elég egy tankorra belőni a WoW-ban ultiába, az felroppan mindenki a francba. Szóval ez lenne, ez csapatjáték, ez az, ahol a WoW-ban képezi a masszív crowd control-t, ahol nem lehet a, nem tudom, a védeni való cucc mellé érni, mert a WoW-ban az mindent ellátott csapdákkal, szóval ez csapatjáték build, nem szóló. A solo build egy kicsit különbözik, egy kicsit több élete van és egy kicsit több shieldje van a Vigornak köszönhetően. Rakhattam volna be Vitality-t, tehát be lehet rakni Vitality-t és Redirection-t is, hogy többet nyerjél belőle, de úgy vagyok vele, hogy megkockáztatom egy jól modolt fegyver, legyen nálam egy jól modolt karddal, és itt inkább kihúztam ugye az effektivitást és a range-et, de a lényeg ebben a buildben az egy kicsit több shield és több élet, hogyha arról van szó. Az idő, ami nagy veszteséget vett, csak 98% jó, tehát az ideje a képességének, a WoW-nak az a Vortexnek 12 másodperc gyakorlatilag, úgyhogy a Bastinak meg 15 másodperc, 98%-nál nem veszített sem ennyit, tehát max. egy másodpercet, de még annyit se, tehát pár 10 másodpercet veszítesz 98%-os időnél. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy kicsit leveszek ez időből, de az effektivitás megmarad és a range-re ugyanúgy rámegyek, hogy minél távolabb tartsam magamtól az ellenfeleket, tehát nagyjából ez az elképzelés, eddig beváltnak látszott. Na, ez van. És, de mint mondom, a Vigor helyett Redirection Vitality ajánlott azoknak, akik tankosabbra szeretnék fogni a WoW-ban, mert amúgy nem tank karakter, szóval azt azért annak látszik, mert nagy darab, meg mit tudom, de nem egy tank karakter. Na, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszik a két konfig, ki lehet próbálni, kinek hogy jön be a dolog. Mondhatnám, hogy az első konfig, ahol idő, effektivitás és range van, az igazán igazából megteszi magára a raidre is, ugye a földön, a Law of Retributionre, viszont maga ez a solo build is jó a hatalmas range miatt, de akkor nagyon kell spamelned folyamatosan a Bastilt például a raiden, hogy
hogy felfogd az ellenfeleket, ezért inkább azt mondom, inkább legyen egy kicsit kisebb range, 180-190%, de magas effektivitás és hosszú idő, hogy ne spamelni kelljen, hanem nyugodt légy, hogy na ez most jó sokáig ki fog tartani, ez a Bastille 10 mi történet, meg a Vortex is megfelelő ideig fog futni. Na de tényleg ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!